Az üvegházhatású gázok csökkentésének mondjuk így, hogy két-három legfontosabb módszeré között egyik például az ecsetsav termelés csökkentése. Ezt említettem előadásomban, lehet például az abroketetés növelésével csökkenteni, tehát ez egy jó útvonal. A másik útvonal a metántermelő baktériumok csökkentése a bendőben, erre pedig rendelkezésre állnak olyan, mondjuk így, hogy kiegészítő takarmányok, adalékanyagok, amelyek ezt mondjuk egy 15-20%-ban képesek ennek a csökkentésére. De azt is hangsúlyoztam, hogy én véleményem szerint talán legátfogóbb és a legsikeresebb stratégia az, hogyha a precíziós állattartásnak az elemeit használjuk. A precíziós állattartás az azt jelenti, hogy akár nagyüzemi tartási körülmények között is képesek vagyunk az állatokat egyedileg kezelni, képesek vagyunk az egyéni igényeiket is figyelembe venni. Ennek következtében, hogyha olyan szenzorokat használunk, tehát például mérjük a hőmérsékletet, nézzük például az állatnak az aktivitását, figyeljük azt, hogy melyik a legoptimálisabb termékenyítési időpont, tehát erre nagyon sok szenzor ma már a gyakorlat rendelkezésre áll, akkor képesek vagyunk arra, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb tartási körülmények között tartsuk az állatokat. Ehhez még, hogyha hozzáteszem a precíziós takarmányozásnak az elveit, tehát meg tudom valósítani azt, hogy bizonyos táplálóanyagok mennyiségét, amelyek ugye a károsanyag kibocsátásban szerepet játszanak, csökkenteni tudom a receptúrában. Ez összességében el tud vezetni ahhoz, hogy mind a talajokba, mind a vízbe, mind a növényekbe, mind pedig az egyéb, mondjuk így, hogy üveg, tehát a levegőbe kibocsátott károsanyag mennyiséget csökkentsük. Az eszközök itt vannak a gyakorlatban, az eszközökből származó adatoknak a használata inkább az, és mondjuk így, hogy értelmezése, összesítése, esetleg olyan információ átadása a gyakorlatban dolgozó, telepi dolgozók számára, amely egyfajta automatikus működést tesz lehetővé, inkább azt kellene fejleszteni ezen a területen. De sok minden itt a helyszínen is rendelkezésre áll, de ezen kívül még azért nagyon sok olyan, mondjuk így, hogy kiegészítő berendezés és megoldások vannak már, amivel ezt még pontosabbá lehet tenni. A jövő útja mindenféleképpen én azt gondolom, hogy ez, de a magyar állattartásban én azt gondolom, hogy ha bármelyik telepre kimegyünk, mindenki látja már ennek a jelentőségét, és az elmúlt 5-10 évben rengetegen adaptálták ezt a mondjuk így, hogy filozófiát. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb hatékonysággal lehet egyrészt az ipari melléktermékeket használni a gazdasági állatok takarmányozásában. Ez, ahogy hangsúlyoztam az előadásban, szakmai ismeretek kellenek azért a gyakorlatban dolgozók részére, tehát ez nem biztos, hogy telepi körülmények között feltétlenül értelmezhető, ez esetleg egy sok szakspecialista segítségére szükség van, egy takarmányozási szakember segítségére, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a jövő tekintetében telepi körülmények között a saját előállítású fehérjeforrásoknak kell, hogy szerepe legyen. Ugye rengeteg anyagot hozunk be, fehérjeforrást hozunk be import eredetből, nem megbízható összetételben, helyenként esetlegesen ugye GMO tartalommal is, mondjuk, hogyha szójáról beszélünk. Én azt gondolom, hogy telepi körülmények között például egy saját előállítású szója, egy csillagfürt, egy borsó, egy lóbab használható bizonyos körülmények között gazdaságosan a gazdasági állatok takarmányozásában, de ahogy említettem, itt is feltétel az, hogy valamilyen takarmány előkészítési eljárással egészítsük ki, ez lehet akár egy extrudálás, illetve pontosabb információt kell a hasznosításra vonatkozóan gyűjtenünk, mert azt kell mondani, hogy ez egy picit olyan téma, ami a 60-as, 70-es években ott volt, utána ugye kitöröltük a gyakorlatból, most pedig megint próbáljuk visszahozni. De általában ugye az élet az ilyen, hogy kicsit ilyen, mint a történelem, hogy ismétli magát, mindig újra és újra visszajönnek azért a régi dolgok. A digitális agrárstratégiának egy kiemelt része a Digitális Agrárakadémia például. A Digitális Agrárakadémiát úgy állították össze hazai agráregyetemek, itt meg kell említeni a Digitális Jólétprogramot, meg kell említeni a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet, a Széchenyi István Egyetemet,
Átorvostudományi Egyetemet. Ők eleve együtt dolgoztak ebben a témában olyan gyakorlati szakemberekkel, akik ennek a megvalósításával már hosszú évek óta foglalkoznak a magyar gyakorlatban. Tehát készült most egy olyan ismeretanyag, egy frissített ismeretanyag, mert korábban a Nemzeti Agrárkamarának is volt egy ilyen anyaga, ami én azt gondolom, hogy most az elmúlt éveknek a legfrissebb eredményeit foglalja össze. Tehát ezt átnézve, mind a növénytermesztésben, mind pedig az állattenyésztésben dolgozó szakemberek nagyon komoly ismeretanyagra tehetnek szert. A következő, amit azért kell hangsúlyozni, hogy rengeteg pályázati lehetőség és olyan forrás áll most majd rendelkezésre, ami pontosan mondjuk itt a digitális agráriumnak a gyakorlati megvalósítását segíti elő, legyen az eszközrendszer, legyen az esetleg az adatoknak a kiértékelése, feldolgozása. Tehát én nagyon biztatom az agráriumban dolgozókat, hogy ebben az időszakban éljenek ezzel a lehetőséggel, mert most van erre fejlesztési forrásrész, és most vannak azok az ismeretanyagok, most kerülnek átadásra, ami én azt gondolom, hogy a következő 10-15 évnek a stratégiáját meg fogja határozni. Én azt gondolom, hogy a fenntartható mezőgazdaság nélkül nem tudunk agrártermelést folytatni. Teljesen mindegy, hogy talajhasználatról beszélünk, növénytermesztésről, állattenyésztésről. A jövő útja egyértelműen ez, tehát figyelnünk kell mindenféleképpen mind az input anyagokra, mind az output anyagokra, ezt a lehető legjobban, legcélszerűbben kell nekünk használni. Ez egy picit másfajta szemléletet, másfajta gondolkodást is igényel, de enélkül én azt gondolom, hogy az élelmiszer láncba kerülhetnek olyan anyagok, amelyek akár problémát okozhatnak humán egészségügyi szempontból. Tehát mindenféleképpen a jövő útja, én azt gondolom, a fenntartható mezőgazdaság elemének a folytatása.